A humán papilloma vírusfertőzés egyre gyakoribb Magyarországon is, a HPV a méhnyakrák és más komoly betegségek kialakulásáért felelős. Létezik ellene vakcina. A védőoltást októberben adják be az érintett korosztálynak itt Székesfehérváron. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk, majd maradjanak velünk. A méhnyakrák a második leggyakoribb rosszindulatú daganat és a harmadik helyen áll a nők daganatos halálozásában a világon. Napjainkban évi 450 körüli halálesettel kell számolnunk, ezen felül a betegség előfordulási gyakorisága és a betegség miatti halálozás is jóval magasabb, mint az európai átlag. A méhnyakrák elsősorban a fiatal, 30-45 éves nők betegsége, a megbetegedés másik csúcsa 60 év körül van. A HPV elleni oltással megelőzhető a méhnyakrák. A humán papilloma vírus rövidítése, tulajdonképpen vírusok rövidítése, több mint 100 fajtája ismert a humán papilloma vírusoknak. Ezek közül a vírusok közül a mai ismereteink szerint 13 fajta az, amelynek komoly szerepe van a méhnyakrák előidézésében. A jelenlegi oltóanyag a Gardasil 9 humán papilloma vírus fajta ellen nyújt védelmet. Ezek közül 7 olyan fajta vírus, amely a méhnyakrák előfordulását elősegíti. Kettő közülük pedig a nemi szerveken előforduló szemölcsök ellen nyújt védelmet. 2014 óta elérhető ez az oltás. A 7. osztályos lányok, az abban a tanévben 7. osztályos lányok, akik a 12. életévüket betöltötték, azok jogosultak ennek az oltásnak az igénybe vételére térítésmentesen, természetesen megelőzően szülői beleegyezést követően, ez nem a kötelező védőoltások körébe tartozik. Nagyon fontos ez az oltás fajta, hiszen a méhnyakrák megelőzési programnak az egyik vonulata tulajdonképpen az elsődleges megelőzés, tehát azok ellen a vírusok ellen való védettség kialakítása, amelyek a méhnyakrák kialakulásában komoly jelentőséggel bírnak. A másik nagyon fontos, ennek a programnak nagyon fontos része, hogy a 25 év feletti nők mindenképpen vegyenek részt méhnyakrák szűrésen. A 2009 és 2015 közötti években évente 1000 fölötti méhnyakrákos eset derült ki, és fontos ehhez tudni azt, hogy az időben felfedezett méhnyakrák gyógyítható. Mégis tulajdonképpen évente ebben az időszakban 400 fölötti hölgyet, fiatal nőt, anyát, nagymamát veszítettünk el méhnyakrák következtében. Tehát nagyon fontos ez az oltás, nagyon fontos, hogy ennek az jelentőségét megfelelően értékeljék. Hány oltást kell kapnia azoknak, annak az érintett korosztálynak, akinek most beadják ezeket az oltásokat? A 15 év alatti korosztály, tehát hogyha 15 évet még nem töltötte be az illető lányérmek, akkor 2 oltás szükséges. Ez az iskolai kampányoltás keretében októberben esedékes az első oltás, és a második oltás pedig áprilisban. Azok a lányok, akik már a 15. életévüket betöltötték, ebben az életkorban 3 oltás szükséges, ebből az oltásból októberben kapják az első oltást, decemberben a másodikat, és áprilisban a harmadik védőoltást. Milyen mellékhatásai lehetnek ennek a vakcinának? Mint minden oltásnak, azért tulajdonképpen az immunrendszerre ható oltásról van szó, hiszen megtanítja az oltás az immunrendszert arra, hogy felismerje ezeket a mikroorganizmusokat, tehát reagál. Előfordulhat nem erőteljes mellékhatásokat okoz, de előfordulhat, hogy helyi reakciót okoz, duzzanatot, fájdalmat, bőrpirosságot az oltás. Helyén esetleg láz előfordulhat, fejfájás, ritka esetekben hányinger, rossz közérzet, de ezek mind-mind, hogyha megnézzük, hogy mi az, amit megelőzhetünk vele, mind-mind nem akkora jelentőségű mellékhatások, mint a méhnyakrák kialakulása. Hogyha mégis valamilyen mellékhatást tapasztal magán a kislány, akkor mi a teendő? Kaphatja-e a másodikat mondjuk az első után, vagy pedig akkor ilyenkor már valami más lehetőség van? Ezekkel az enyhe mellékhatásokkal természetesen nyugodtan megkaphatja a másodikat, hogyha ennél erőteljesen mellékhatások jelentkeznek, ami rendkívül ritka, akkor orvoshoz kell fordulni, és akkor a továbbiakat megbeszélni. Még nem kérdeztem, hogy most már 2014 óta ugye az állami rendszerben oltják a lányokat. Mennyit változtak-e ezek a vakcinák az évek során?
Az elmúlt évben olyan vakcina volt, olyan vakcina került adásra, amely két olyan humánpapillomavírus elleni védettséget adott, amelyek a méhnyakrák szempontjából jelentősek. A méhnyakrákok 70%-ában van jelentőség. A jelenlegi Gardasil 9, ez a méhnyakrák előfordulását elősegítő vírusok 90%-át fedi le. 2014 óta történik ilyen iskolai kampányoltás keretében az oltás, és ez elmondható, hogy Fejér megyében 80% körül volt szinte minden évben azoknak az aránya, akik ezt az oltást kérték. Mi a helyzet a vizsgálatokkal? A lányoknak kell ettől függetlenül nőgyógyászhoz járniuk, szűrésen részt venniük minden évben? Természetesen igen, tehát a 25 éves kor felett mindenképpen nőgyógyászati szűrővizsgálatok, tehát a méhnyakrák szűrővizsgálatok javasoltak, illetve elengedhetetlenek, hiszen azért a teljes spektrum, az a 13 méhnyakrák okozó vírus, és ebből az oltóanyag 7 ellen nyújt védelmet. Feltétlenül fontos a ritkább előfordulású HPV vírusok miatt, igazából ez egy fontos kérdés. A méhnyakrák megelőző állapotok is felfedezhetők a szűrővizsgálatokkal, tehát nagyon korai stádiumban, nagyon korán lehet ezeket az elváltozásokat felfedezni, és ezek korán felfedezett méhnyakrák, illetve a méhnyakrák megelőző állapotok mellett a gyógyulás teljes. A múlt hétig adhatták le a beleegyező nyilatkozatokat a 7-es lányok szülei a HPV oltás beadásáról. Ők októberben kapják meg az első vakcinát. Székesfehérváron nem csak a lányok, hanem a fiúk is igényelhetik az oltóanyagot. A HPV elleni oltás egy nagyon fontos dolog, hiszen 80%-unk esik át HPV fertőzésen. És ez van, akiknél nyomtalanul elmúlik, viszont rendkívül sok betegséget mind a férfiaknál, mind a nőknél okoz a későbbiekben ez a vírus. Az oltás megjelenésekor Székesfehérvár fontosnak tartotta, hogy ezt a Nobel-díjas találmányt bevezesse, ezért mi voltunk az első megyei jogú város, akik önkormányzati forrásból a lányok részére finanszíroztuk ezt az oltást. 12 éves lányoknak adtuk, egészen 2013-ig, amikor is a Nemzeti Oltóprogram részévé vált. Akkor mindig keressük a fejlődés útját, tehát akkor határoztunk úgy, hogy mivel a lányok állami forrásból kapnak, mi a saját lehetőségeinket, anyagi forrásainkat akkor a fiúk felé koncentráljuk, és ezért nálunk már a fiúk is részesülnek ebben az oltásban. Amikor Fehérváron elkezdtük a lányok oltását, akkor 4 komponensű oltóanyaggal oltottuk őket, ami akkor volt a legmodernebb. Az állami oltás 2 komponensű oltóanyagra vonatkozott. A fiúk oltóanyaga azóta a tudomány előre haladtával egy 9 komponensű oltóanyag, Gardasil 9 néven, és a legnagyobb örömünkre most már a lányok államilag finanszírozott védőoltása is, ez a 9 komponensű legeslegmodernebb oltóanyag. Milyen fiúk, kik azok, akik részesülhetnek ebben az oltásban, hogyan jelentkezhetnek a szülők? 12 éves korú fiúk kapják, és az iskolában az iskola a védőnők segítségével szülői beleegyezés kell minden oltáshoz. Azonban nagyon próbálunk arra figyelni, hogy időben és korrekt módon felvilágosítsuk a szülőket ennek az oltásnak a fontosságáról. A HPV oltásra való felhívás az egy nagyon hosszú folyamat, hiszen ez már ott kezdődik, amikor a közgyűlés döntést hoz arról, hogy ezt az oltást megfinanszírozza. Itt kell elmondanom, hogy ez nálunk a közgyűlésben mindig egyhangú döntés volt, ami egy külön öröm, hogyha az egészségügyi kérdésekben a város minden képviselője egyetért.
Ezután a közbeszerzés kiírása következik, ahol a hivatalnak van nagyon fontos tennivalója. A humán szolgáltató intézet munkatársai bonyolítják az elosztást, hogy ez az oltás időben mindenkihez kijusson. A védőnők a felvilágosításban segítenek, és a városházi gyermekorvosai pedig az oltásban. Tehát ez egy igazi összefogás a város gyermekeinek egészségéért. Köszönjük szépen mindenkinek, amit hozzátett. Mit lehet tudni itt a HPV oltásról Székesfehérváron a fiúkat és a lányokat tekintve? Mennyire veszik igénybe a szülők, a gyermekek ezt a lehetőséget? Szerencsére nagyon nagy arányban élnek a lehetőséggel. 2009 és 2013 között összesen 5 korosztályt oltottunk a lányok közül. Átlagosan 84%-uk igényelte az oltást. Fehérvári állandó lakcímmel rendelkező 12 éves lányok szüleitől kértük a beleegyező nyilatkozatokat, és ugyanezzel a koordinációs munkával iskolavédőnökön keresztül kerestük meg a 12 éves fiúkat, először 2016-ban, a 2004-ben születetteket. Náluk valamivel kisebb volt az érdeklődés, de nem jelentősen, itt is közel 75%-os arányban igényelték az oltást. Mit lehet tudni egyébként erről a fiúoltásról, ami most már ugye 3 éve kérhető és adható? Miért volt szükség arra, hogy egy ilyen vakcinát is támogassa az önkormányzat? Mivel a megbetegedés a fiúkat is érinti, a HPV vírus őket is ugyanúgy veszélyezteti, mint a lányokat. És ez az oltóanyag most már a fiúk oltására is alkalmas. Azért is gondoltunk a 12 éves korosztály oltására, mivel 9 és 14 éves kor között ajánlott, illetve adható az oltás 2 részoltás formájában. 14 éves kor fölött már 3 részoltás szükséges. Ezért szerettük volna, hogy aki igényli, mindenképpen megkapja még 14 éves kora betöltését megelőzően mind a 2 részoltást. Ugyanígy jártunk el a lányoknál is a korábbi években, és most a fiúknál is 2 részoltással próbáljunk megvédeni őket. Hogyha a kisfiú 2004, 2005 vagy 2006-os születésű, de van fehérvári állandó lakcíme, akkor ezt még most pótlólag is megteheti és jelentkezhet oltásra, mivel opcionális tételként lehetőségünk van ezekre a plusz igényeknek a kielégítésére is. A HPV vakcinákat októberben kapják meg a 7. osztályos lányok és azok a fiúk, akik az adott években születtek. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!